Magyar tündérmesék. A gondolatolvasó. Íme Tia. Oké, nagyfiú, hová rejtette a pénzt? Milyen pénzt? Tia gondolatolvasó, a szövetségi kormány alkalmazottja, bűnöző kihallgatására specializálódott, akiket a nyomozók nem tudnak megtörni. Igen, így van. Tia olvas a gondolataikban. Képessége az orvosokat és a tudósokat is meglepte. A pénz a nagyanyja házában van. Menjenek és keressenek egy faládikát. Mi? Maga meg honnan? Én is ezt szoktam kérdezni magamtól. És ahogy mondta, ott volt a pénz egy faládikában. Ez hihetetlen. Alapos vizsgálatok után az orvosok arra a következtetésre jutottak, hogy különleges képessége egy szokatlan génmutáció eredménye, amely megváltoztatta a DNS-ét, ezért tud olvasni mások gondolataiban. De ez csak feltételezés volt, és még vita tárgya. Mesélj, milyen volt a napod? Roy, ne csináld! Micsodát? Meg akarod kérni a kezem, de nekem fontosabb a barátságunk. Ne rontsuk el! Jaj! Nem igazság, hogy olvasol a gondolataimban. Tudom. Ezért döntöttem úgy, hogy az életemet annak szentelem, hogy jobbá tegyem a világot. 921, jelentés a központnak. 77-es kód. Tessék, indulok! Ne haragudj, mennem kell. Mi az, uram, mi történt? Az elmúlt hónapban új bűnöző bukkadt fel a körzetben. Amilyen még nem volt. Nagyon okos, intelligens és tűnékeny. Ezért még nem tudtuk elfogni. Mit követett el? Inkább, mit nem követett el? Először is kiürítette a bank készpénzes páncéltermét. Olyan agyafurt módon, hogy a bank észre sem vette a lopást. Csak akkor tűnt fel nekik, amikor aznap délután pénzt vittek a terembe. Utána ellopta a híres Matthew Lawrence festményt egy kiállításról, ahol 100 vendég volt jelen. Vajon hogy csinálta? Senki sem tudja. És ez még nem minden. Tessék! Elneveztük Kaméleonnak. Egy kisgyerek a fogadáson látott egy férfit kiosonni az erkélyen. Az ő segítségével rajzoltuk meg a fantomképet. Érdekes. Nem. Az érdekes az, hogy hagyott egy nyomot a következő rabláshoz. Tessék! Igen. Az ügynökeink egy órája fejtették meg. Ezekben a percekben lopja el a királynő koronáját. Akkor nem kéne oda mennünk? A csapatom riadókészültségben van. Ezúttal elkapjuk. És ha elkaptuk, a maga feladata lesz mindent kiszedni belőle. Igenis, uram. Lássuk, hogy mennyire okos a fickó. Alfa Charlie-nak, minden tiszta. Vége. Bravo Charlie-nak, minden tiszta. Vége. Delta Charlie-nak, minden tiszta. Vége. Charlie minden egységnek. Aktiválom a lézersugarat. Na, most vajon hogy jön be ide? Mi? Alfa, Bravo, Delta, mi a helyzet? A biztonsági őrök a lézer sugárvédte teremhez rohantak, de a korona eltűnt. Ott! 17-10, vészhelyzet! Légi támogatást kérünk! De már késő volt. A kaméleon addigra már messze járt. Ez lehetetlen! Ez a fickó nagyon tud. Uram, végre sikerült digitálisan lenyomozni a fantomkép alapján. Mutassa! Mit tudunk? Azonosítottuk. A neve Frank Palmer. Férfi, 23 éves. Lakcím, délnyugati völgy. Mosodai alkalmazott. Azonnal letartóztatni. És hozzák be ide! Igen! Te olyan rendes fiatalember vagy, Frank. Köszönöm, Betty néni. Igyekszem. A gyerekek sokat szenvedtek. Rajtunk áll, hogy többé ne kelljen átélniük ezt. Tessék, fogadja el. Ilyen nagy összegű adományt. Ideje, hogy rendes oktatást kapjanak. Egy hónap múlva újra jövök. Kezeket fel, és egy lépés se tovább. Mégis mi folyik itt?
jogában áll hallgatni. De bármi, amit mond, felhasználható maga ellen. Letartóztatták, és bevitték az őrsre. Ő az? Igen. Nézze, hogy milyen nyugodt. Mint akinek nincs semmi félnivalója. Mondott már valamit? Nem. Ezért most maga hallgatja ki. Igen, uram. Üdvözlöm, Mr. Frank Palmer. Jó napot. Már elmondtam a kollégáinak, hogy... Csak nyugalom, nem tartom fel sokáig. Hol van a királynő koronája? Nem tudom, hogy hol van. Rendben? Életében először találkozott valakivel, akinek nem tudott olvasni a gondolataiban. A fenébe! Mi az? Semmi. Köszönöm, Frank. Tia elképedve ment be a főnökéhez, hogy nem tud olvasni a férfi gondolataiban. De maga mindig tud olvasni azokban. Igen, tudom. Maga most éppen egy csirkés szendvicsre vágyik. De az a férfi egyszerűen nem megy. Átkutattuk a házát. Nincs benne semmi. Egyetlen bankszámlája van kevés pénzzel. Semmink sincs ellene. Talán a gyerek a fogadáson pontatlan személy leírást adott. Meg lehet. De nem tudom tovább bent tartani. Nincs ellene bizonyítékunk. Kérem, azért tartsa szemmel. Meg lesz. Semmit sem akarok jobban. Így hát Franket elengedték. Tia titokban követni kezdte. Ha? Hová tűnt? Tia, szemmel tartja? Úgy volt, de fél órája elvesztettem. Nem csoda. Ellopták a múzeumból a rózsaszín gyémántot. Tessék! Franket megint bevitték. Ezúttal kényszervallatásnak vetették alá. Tia is újra próbálkozott, de hiába. El kellett engedniük. A kaméleonnak gyorsan híre ment, és a sajtó sokat foglalkozott vele. A lakosságnak tetszett, hogy egy rafinált bűnöző a bolondját járatja a rendőrséggel, ami aláásta a hírnevüket. Tia árnyékként követte Franket bárhová ment, de Frank mindig hirtelen eltűnt. Néha bement egy nyilvános vécébe, és egy órán át nem jött ki. És az alatt az idő alatt lopást jelentettek. Tia csak a fejét vakargatta. De nem volt hajlandó feladni. És egy nap, amikor megint követte Franket, meglátta, hogy bemegy egy idős otthonba. Egy óra múlva, amikor Frank távozott, Tia bement. Elnézést, a férfinak, aki az előbb elment. Itt élnek a szülei? Ó, neki? Nem, ő Mr. Frank Palmer. A hölgy elmesélte, hogy Frank minden hónapban pénzt adományoz az otthonnak. Tia megdöbbent. Egy mosodai alkalmazott hogy tud ekkora összeget adományozni? Megvan, ő a kaméleon. Úgy döntött, egyelőre nem szól senkinek, továbbra is követte. A következő napokban megtudta, hogy Frank jobban segít a szegényeknek és a rászorulóknak, mint a kormány. Ezért úgy döntött, hogy ideje a dolgok végére járni. Jó napot! Nyomozó? Ezúttal mit követtem el? Ebből elég. Maga a kaméleon. Miért nem tudok olvasni a gondolataiban? Fogalmam sincs, hogy miről hadovál. Igazán? Akkor honnan van a pénz, amit adományoz? Nagyon sajnálom, de nem mondhatom meg. Nincs más választása. Bizonyítékunk van az adományairól. Ezért hosszú időre rács mögé kerül. Mondja el az igazat, és akkor enyhébb ítéletet kap. Miért ítélnének el? Semmilyen bűnt nem követtem el. Nem én vagyok a kaméleon. Akkor ki vele, hogy honnan van a pénz? Jó. A mosoda tulajdonosa, ahol dolgozom, egy tudós. Fizet azért, hogy kísérletezzen az elmémmel. Akkor, Frank, az elején egy kicsit fájni fog, de aztán mély álomba szenderül. Akkor elvégzem a kísérletet, és ha végeztem, maga felébred. Kezdhetjük? Igen. Mi az? Kiskoromban elvesztettem a szüleimet. Nehéz körülmények között éltem. Ezért döntöttem úgy, hogy segítek a rászorulókon. Dr. Kenguru sok pénzt fizet, azért, amiért kísérletezhet rajtam. De én nem loptam el semmit.
Döbbenetes! Tiának lassan kezdtek összeállni a kirakós darabkái. Köszönöm, Frank, hogy őszinte volt. Még találkozunk. Tia visszament a főnökéhez, és mindenről beszámolt neki. Itt valami más van a háttérben. Akkor kövessük a mosodába. És követték a mosodába. Amikor Frank bement, átment egy titkos ajtón, ahol Dr. Kenguru várt rá. Késett, Frank. Elnézést, így alakult. Mindegy. Üljön le. Frank leült, és ahogy a doktor a fejére húzta volna a sisakot, az ajtó kivágódott. Rendőrség, megállni! Fel a kezekkel, de azonnal! Miért? Emberkísérleteket folytat, jól látom. Ezt tiltja a törvény. Teljesen ártalmatlan kísérlet. Tia? Tia olvasni kezdett a gondolataiban. Elképedt. Mit tudott meg? Ez a gonosz ember a készülékével hipnotizálja Franket. Az elektródái észlelik Frank neuromuszkuláris jeleit, és manipulálják, hogy azt tegye, amit a doktor akar. A tudatába férkőzik, és bizonyos képességeit felerősítve irányítja. Frank gépiesen követi az utasításokat. Ha végzett és elkövette a rablást, visszatér a székbe. A doktor elveszi tőle a zsákmányt, és abba a titkos szekrénybe rejti. Aztán felébreszti Franket a transz állapotból. De előtte még törli az emlékeiből mindazt, ami a hipnózis alatt történt vele. Mi? Igen. Úgy érezte, hogy végig itt feküdt, de valójában csak használta magát a rablásokhoz. Hát ez hihetetlen. Ezért nem tudtam olvasni a gondolataiban, mert nincs emléke róluk. Aljas rágalom! Hogy képes a... A börtönben majd mindent elmagyarázunk. Vigyék be! Így a gonosz doktor Kengurut letartóztatták, a laborját felszámolták. Franket ártatlannak nyilvánították, és szociális érzékenysége és elhivatottsága miatt rendőri állást ajánlottak neki. Törvényesen is jobbá tehetjük a világot. És most ideje, hogy maga is megmutassa. Köszönöm, Tia. Akkor először olvasni tudott a gondolataiban. Kedvel engem. Tessék? Ja, semmi. Meghívhatom egy kávéra. Frank és Tia nagyon jó barátok lettek, és végül egymásba szerettek. Együtt harcoltak a bűnözők ellen, mint a kaméleon és a gondolatolvasó, hogy napról napra jobbá tegyék a világot.